A Vagy Egyesületnek gyanús lett a látványosan megünnepelt járási esélyteremtési programterv. Ezért úgy döntöttünk, hogy belenézzünk a 22 millió forint EU-s támogatású programtervbe és a lebonyolítás megvalósítás részleteibe. A programtervről sajtótájékoztatót tartottunk, de az önkormányzat a lebonyolítás körülményeiről számunkra nem volt hajlandó kiadni dokumentumokat. A TASZ segítségével bepereltük az önkormányzatot. A PER hatására az önkormányzat lehetőséget adott a dokumentumok megtekintésére. Ezekből kiderült, hogy a nyertes cég előre lezsírozott versenyben nyerte el a közbeszerzést, és egy összeolózott, silány, járási esélyteremtő programtervet nyújtott át. Vagy Egyesület továbbra is eltökélt amellett, hogy fényderítsen a gyöngyösi önkormányzat mutyijaira. Legyél aktív polgár! Állj ki velünk a jogaidért! A Társaság a Szabadságjogokért ügyvédei országszerte elérhetőek.